ne lehessen kampány célra használni a gyerekeket. Erről készített javaslatot az Eötvös Károly Intézet. Szerintük a politikusoknak távol kellene tartaniuk magukat az iskoláktól, óvodáktól, vagy úgy általában a gyerekektől. Orbán Viktor egyébként pont a napokban posztolta arról, hogy állatkertbe ment gyerekekkel. De nem ő az egyetlen. Minden pártnál használják a gyerekeket, és nem csak Magyarországon. Benyúlít a összeállítása. Hát amit itt elkapott, lemaradt turista, ilyesmi. A miniszterelnök állatkertben járt gyerekekkel. Vicces beszólások, cuki állatok, még cukibb gyerekek. A videó most került fel Orbán Viktor Facebook oldalára, addig pár nappal azután, hogy az Eötvös Károly Intézet felhívással élt a politikusok felé, hogy hagyják békén a gyerekeket. Az Eötvös Károly Intézet egy hónapon keresztül figyelte a politika az iskolában és az óvodában problémát, és azt láttuk, hogy kormányablakot praktikusan daloló óvodások nélkül már megnyitni sem lehet. Nem tudtam, mit jelent az a kormányablak, nálam okosabbak és nagyobbak is vannak. Majtényi László erre az elhíresült videóra utalt. Szavaló ovisokkal adtak át több kormányablakot is. A kormányablak munkája biztosan nem semmi. Kampány idején használják a leginkább a gyerekeket. Szalagátvágásnál vagy az ollót, vagy a párnát gyerek tartja. Egy fotó erejéig mindig jól mutat az emberközeli politikus. Medve? Vagy nyúl? Nem, nyúsi. Mutasd már meg a nyúszidat. Hát nézd. Jó, barátom, hogy nem veszem el. Orbán Viktornak nem az állatkertezés volt az első gyereksimogató kampányolása. Járt már oviban és korcsolyapályán is. Mátyás király meg az igazmondó juhász. A Jobbik elnöke a kampány alatt járta áruhában az országot. Egy oviba is eljutott, ahol nem csak mesélt a gyerekeknek, de együtt uzsonnázott, játszott és focizott velük. Emiatt őt is és az óvodát is kritika érte. Vigyázzatok a hűtőajtót, mindig be kell csukni. Németh Lászlóné pedig még miniszterként látogatott ovisok közé, hogy az energiatakarékosságról meséljen nekik. Korábban is használták a gyerekeket politikai propagandára. A Kádár korszakban ugyanúgy, mint azóta. Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején és utóbb ellenzéki politikusként is sokszor járt iskolában, óvodában. De Bajnai Gordon is összeáll gyerekekkel, egy-két kattintásra, akár iskolában, akár focizás közben. Education has to start. És persze nem csak Magyarországon láthatjuk ezt a politikusoktól. Az amerikai elnök is ellátogat egy iskolába, ha utána bejelentheti az oktatási programját. Putyin is megmutat egy-egy dzsúdófogást a gyerekeknek, és Berlusconi is szereti személyesen népszerűsíteni foci csapatát a gyerekeknek. Tenétel Milan! Az Eötvös Károly Intézet felhívása tehát, hogy ne fotózkodjanak politikusok gyerekekkel, ne menjenek oktatási intézménybe, és állami ünnepségre ne vezényeljék ki őket, valószínűleg egy kedves és naív javaslat maradt csupán. Penyúrita, 7.24.